Norvég-Francia döntő volt, Magyarország pedig a hetedik helyen végzett a női kézilabda Európa bajnokságon. Ez a kontinens torna azonban a rendőrök seregszemléje volt. Rendőr hölgyek kézilabdáztak, ők érték ezt az EB eredményt, amelyről a válogatott két tagjával, Varga Judita és Kovács Zsuzsával, valamint Simon Tamás csapatvezetővel beszélgetünk. Máris, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Ez, ez a hetedik helyezés, ez rendőrkörökben hogyan értékelhető? Tisztes helytállás, hogyha jól láttam. Én azt abszolom. gondolom, hogy a csapat nagyon tisztességesen helytállt, Maga a szervezés, ugye 40 tagországot számláló szervezetről van szó, ebből kvalifikált Magukat a, bejutottak a hágai döntőbe, és itt értük el azt a hetedik helyet, ami amellett, hogy a mi játékosaink aktív rendőrök, egy nagyon szép teljesítmény. Az EB előtt hova várták magukat a rendőrlányok? Amikor kimentek, elutaztak. Hát jó lett volna a három közé kerülni, de sajnos ez most nem sikerült. anna az, hogy nem sikerült, ugye látva azt, hogy a többiek milyen erőt képviselnek, vagy hogy mennyit tudnak kézilabdázni, mi volt itt a különbség? Az első három csapat közé az, mint kiderült, esélyünk nem volt bekerülni, ők azért messze a többi csapat fölött jártak. Nagy részük élvonalbeli kézilabdázó, és ők hát emellett rendőrök, de elsősorban ők kézilabdáznak. Úgyhogy ellenük nem nagyon volt esélyünk, a többieket lehetett volna megszorongatni egy kedvezőbb sorsolással. Tamás, lehet azt mondani, hogy az első három helyen inkább rendőrnek álcázott vagy öltöztetett kézilabdázók voltak? E, rendőrök ők, de saját elmondásuk szerint elsősorban kézilabdázók, tehát ők még az aktív pályafutásuk korszakát élik. Hát igen, mert hogy a győztes norvégoknál ott ö, abszolút, és a norvég bajnokságot azt látjuk, hogy igen. összehasonlítjuk a magyar női kézilabdával ott, ott Három játszó. első osztályú játékosuk volt, a többi pedig másodosztály és első osztály között ingázó. Nézzük az európai Bajnokságot, milyen út vezetett a hetedik helyig? Hát először játszottunk, ha jól emlékszem, a norvégokkal. Velük edzettünk délelőtt, hát reménykedtünk benne, hogy azért ott sikerült pontot megcsípni, de aztán a meccsen nem sikerült. De igen, ők sokkal feljebb játszanak, mint mi, sokkal rutinosabbak. Hát utána jöttek a németek, ott azért a sokkal szorosabb meccset sikerült játszanunk, de őket se sikerült megvér, megvernünk. Majd jöttek a hollandok, Uh, ahol nagyon-nagyon reménykedtünk, hogy ott legalább egy döntetlen elérünk, de a hazai szurkolók nekik is kiszurkolták a, a nyereséget, egy ponttal meg, egy góllal megvertek minket, így sajnos nem sikerült a csoportba tovább jutnunk. És akkor így jött a, a hetedik hely. Ez a ö, csapat, ez mennyit készült, mennyit tudott együtt gyakorolni munka mellett erre a kontinens tornára? Próbáltak a vezetőink minden lehetőséget megadni. Nagyjából október környékén volt egy válogató, ahol összeszedték ezt a 14 fős keretet, és utána, hát egy hónapban talán kétszer, vagy esetleg háromszor egy-egy alkalommal, ha jól emlékszem, ugye Tamás, akkor sikerült készülnünk, és a vége felé az edzés mellett estére még egy edzőmeccset is sikerült beiktatni, és akkor két hetente így tudtunk találkozni. Mert hogy például, hölgyek, ti mit dolgoztok? Tehát, hogy alapvetően rendőrként dolgoztok, és amellett néha kézilabdáztok. Így van, én hétfőtől péntekig vagyok a rendőrségen, reggel fél nyolctól este délután négyig, és utána, hogyha van időm, akkor tudok edzésre menni. A rendőrségen mint? Milyen beosztásban? Hát én a közigazgatási bírságokkal foglalkozok, azokkal kapcsolatban járok el. Értem. Én pedig a rendészeti szervek képzőközpontjában voltam igazgatói asszisztens, de jelenleg most otthon vagyok gyesen a tíz hónapos kislányommal. Milyen kézilabdás előéletet lehet fölfedezni a csapatban és egyáltalán a rendőrségnél? Ezek szerint már nem, hát ugye nem posztra igazolnak a rendőrök, de azért gondolom, hogy a kézilabdás múlt az megvan a lányok között. Ne? Természetesen a válogatás úgy zajlott le, hogy föltérképeztük, hogy a magyar rendőrségen belül kik azok, akik most aktív sportolók, kézilabdázók, vagy valamikor kézilabdáztak, hiszen ennek a rendőrválogatottnak volt olyan tagja, aki korábban, amikor ő aktív játékos volt, magyar válogatott szinten játszott. És ezekből a kolléganőkből került sor aztán a válogatásra. Egyébként nem kis múltja van a kézilabdának is, meg a rendőrsportnak is a magyar rendőrségen belül. Kézilabdában ez volt a negyedik Európa-bajnokság, ebből hármon részt vett a magyar csapat is, női szakák területén, férfi szakák területén pedig a 12. Európa-bajnokság zajlott, ahol szintén két évvel ezelőtt a magyar csapat ott volt a férfiak területén is, ott egy hatodik helyet hoztunk el. Ezt, ezeket a részvételeket és egyáltalán a csapatverbúvását ezt kifinanszírozza erre azért adnak rendesen pénzt? Létezik egy olyan, hogy Magyar Rendészeti Sportszövetség, amelynek a feladata többek között, hogy az Európai Rendészeti Sportszövetség tagjaként ezeket a versenyeket szervezze, és mint minden sportban természetesen itt sem lehet nélkülözni a támogatókat. Ennek a válogatottnak például 12 különböző támogatója a volt, aki biztosította, a így van. Uh -huh. Na most tehát ezek után, ezekkel az eredményekkel egy kicsit szeretnének, szeretnétek lobbizni amellett, hogy a most élen végzett válogatottakhoz hasonló módon, na jó, azért annyira nem, hogy most akkor ránézünk az nb 1 es csapatokra, és egy-két járőrt igazolunk a testülethez, de azért mégiscsak kicsit professzionálisabban alakulhasson a dolog. Mi azt gondoljuk, hogy, és erről beszélgettünk kint Hágába azokkal a rendőri vezetőkkel is, akik hasonló hozzánk, hasonló cipőbe járó országoknak a sportágát vezetik, hogy bizony a rendőrsportnak az az iránya, hogy elsősorban a szakmai munka és a szakmai munka mellett végzett sporttevékenység az, aminek előtérbe kell kerülni. Én azt gondolom, hogy megpróbálunk ezen az úton járni. Ezt a csapatot is szeretnénk egybe tartani a következő időszakig. Különböző magyarországi tornákon tudnak majd indulni, ahol egy kicsit még jobban összeszokott társaságról lesz szó. És szeretnénk a következő időszakra egy kicsit változtatni a válogatási elveken is. Tehát nem a hosszú időn keresztül történő egy-két edzés, hanem inkább a verseny előtt egy hosszabb összetartással edzőtáborral talán jobban össze. a De akkor egy, a kis, egy kis szabadság, hogy így mondjam, igaz? Így van, összeszoknak kitaltás, a csapatrészek, ki lehet alakítani azokat a gyakorlott figurákat, amivel azért előrébb lehet jutni. Hogy néznek a testületnél a, a sportoló, mondjuk kézilabdázó kollégára? Csóda fogják jó. föl, vagy Nem van szeret respektkel? Szeretik, igen. Most is rengeteg szurkolónk volt ide-haza, úgyhogy nagyon sokan várták, hogy jó eredményekkel jöjjünk haza. Uh -huh. Tehát ma maga a közösség, az jó, jó, jó itt játszani, nem? Jó, igen, természetesen. Nézzük, hogy néz ki akkor a folytatás. Akkor ezek szerint, ha bajnokság nincs is, de a csapat valamilyen módon akkor feltűnne, meg indulna tornákon. Így van, Magyarországon rendezett olyan tornákon, amik nem bajnokságrendszerűek, hanem ilyen felkészülési tornák, két, három, négy, öt, hat csapatos részvevő tornák, oda szeretnénk, és oda indítjuk is a csapatot. A férfi válogatottunk két éve részt is vesz ilyen tornákon, és aztán két év múlva pedig a fiúknak, négy év múlva a lányoknak újra Európa bajnokság. Lányok, nektek az ambíciók hosszú távra szólnak? Kézilabdát, illetően nem csak rendőrködést. Vagy a kettőt együtt? Hát a kézilabda az megvan nekünk, ugye egyébként is mi saját csapatokban uh -huh. mindenki játszik. Különböző szintű bajnokságokban, MB1B-től megyéig bezáról akinek hol milyen lehetősége van. Ezt természetesen, amíg bírjuk, munka mellett, meg család mellett, meg az egyéb elfoglaltságok mellett, ezt mindenki szeretné tovább folytatni. És milyen itt a, a kóreloszlás? Hát elég vegyes, én ö, egészen fiataltól, 20 évestől, az egész idősebbekig volt a csapatban minden, de ez egyáltalán nem látszott se a pályán, se azon kívül, nagyon jól együtt voltunk. És akkor ez szerint akkor ennek jó kis folytatása lesz, hogyan állunk az utánpótlással? Szeretnénk egyfajta válogatási rendszert az utánpótlás vonatkozásában is kialakítani, ami azt jelenteni, hogy ha már a rendőrséghez való felvételnél Meglennének azok az adataink, bázisadataink, amiből tudjuk azt, hogy ki, hol, játszik és milyen szinten, őket folyamatosan figyelemmel lehet kísérni, és nem egy aktuális világverseny előtt kell kezdeni a toborzást. Elképzelhető, hogy idővel, akár valami fajta rendőrségen belügyi szerveken, rendvédelmi szerveken belüli állandó torna állandó bajnokság is kialakulhat? Én azt gondolom, hogy a mai rendőri feladatok mellett ez nem valószínű, hogy a következő időben be fog következni. Majd, hogyha nem lesznek bűncselekmények, igen. nem lesznek szabályok, Mikor már szabályok lesznek, szabály, a akkor lehet sokat kézilabdázni. Hát igen, és amiről itt még nem beszéltünk a kamerő, de már előtte kérdeztem, hogy a jutalmazással hogy állunk. Tehát, hogy milyen extra jutalmakat kapott a társaság, csapat a belügyminiszter úrtól, a rendőrség vezetőjétől. Nos? Én, én azt gondolom, hogy ahogy a VUK megkapta a jutalmát karaktól, amikor megsimogatta a buksiát, a jól végzett munka és a társnak az elfogása után, én azt gondolom, hogy a csapatnak is a szóbeli elismerés, a dicsérő szavak és a, ő tekintélyüknek a növekedése volt az elismerés jelenleg. Hát nem gondom sokkal többre nem is számít, nem azért csinálják. Hát de. maga a részvétel is nagyon jó volt. És azt, az hogy, hogy ezt meg lehetővé tették, igen, hogy mi oda kimehettünk, megengedték, hogy edzésekre járjunk, ez már megérte. Következő EB? helyszint még nem tudjuk, a következő, kézilabdáról van szó, persze kézilabdában fiúknak két év múlva lesz, nem tudjuk, még a helyszínt a lányoknak négy év múlva, de más sportákban például a, a férfi labdarúgó rendőr Európa bajnokság, az most júniusban lesz Prágában. Hát most azzal is foglalkozunk, a következő elbén akkor hölgyek lehetőség szerint újra ott, és akkor még előrébb, hát még az? Igen. Megint az a bizonyos háromba kerülés, nem? Hát jó lenne. Hát így legyen. Folytatjuk majd, és figyelünk. Látok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Köszönjük. Köszönjük.